szabadságharcos Rákóczi következik. Ha még miért elkezdenénk ezt a videót, azért elmondom most körülbelül századszor, hogy minden weboldal, amit megnézünk, most látjuk először. Pontosan azért, mert ugye első benyomás videót készítünk, pontosan azért, hogy tulajdonképpen mivel szembesül az a szurkoló, aki megnézi azt a weboldalt, amire kíváncsi, mert így tudunk igazán véleményt alkotni, ugye first impression szokták ezt mondani. Tehát az első benyomás az nagyon fontos, és ezt szeretném mindenkinek elmondani, amikor azt mondja nekünk, hogy nem tájékozódtunk a weboldala kapcsolatban, hát szándékosan nem tesszük ezt. Pontosan azért, hogy azok az információk, amik megjelennek, hogyan jutnak el hozzánk. Igen, megvan ennek egy olyan hátránya, hogy felületes, de ezeket lehet jól kezelni, hogy igen, tömören, könnyen elérhetően közölni információkat, és ez még nagyon fontos, hogy amikor mi kritikákat fogalmazunk meg a honlapokkal kapcsolatban, akkor ezek a kritikák legkevésbé sem azoknak a szónak, akik készítik ezeket, akik közreműködnek ebben, az ő munkájukat minden esetben elismerés illeti, mert hiszen ők azt csinálják, és úgy, ahogy a klubvezetés megköveteli ezt tőlük, és nyilván ezek az oldalak olyanok, amelyek megfelelnek a klubvezetésnek. Igen, ezt el akartuk mondani, mert kaptunk nagyon sok pozitív visszajelzést, de kaptunk egy pár, nem sokat, de kaptunk egy pár olyan visszajelzést is, hogy nem vagyunk felkészülve a weboldalakkal kapcsolatban, ezért szerettük volna ezt a kis bevezetőt elmondani, hogy most akkor vágunk bele a... Igen, a Kaposvári Rákóczi következik. Józsi, te tudod, hogy honnan, miért pont Kapos, miért pont Rákóczi? Hát azt nem tudom, de azt tudom, hogy Kaposvár, illetve Somogy ország, az a része az országnak, ami ugye külön egységnek tekinti magát, még úgy is, hogy az országgyűlési választásokon úgy is indult az egyik képviselők, ugye a Somogyért, vagy valami, valami ilyesmi. Tudni kell, hogy a Koppány Somogyországból származik, tehát egy örök lázadó környék az a somogyi világ. Ebbe a körbe akkor teljesen beleillik egyébként Rákóczi, ugye a Rákóczi-féle szabadságharca, gondolom, hogy itt van valami ilyesmi, nem tudjuk szól. Egyébként majd kérjük a segítségeteket, aki tudja, hogy a Rákóczi név az mikor jött, és miért ez lett a választás, az nagyon szívesen várjuk, hogy ezt írja meg. Ez egy nagyon fontos tudás lenne. Nagy gyermekkoromban nagyon sok nyarat töltöttem el, nem csak Miskolcon, hanem Kaposváron is, hogy valamennyi ismeretem azért van Kaposvárra kapcsolatban. Azt tudom, hogy a második világháború, a 30-as években alakult ki ott igazán a labdarúgás, de valamilyen oknál fogva az egész társaság Dél-Amerikába költözött, uh-huh. Tehát a futbolisták, illetve Amerikába, és ott meg is alapították az amerikai Rákóczit. Hoppá. Úgyhogy nem tudom, hogy mai napig működik ez az amerikai földrészen, és a jelmondatuk, ezt megmondom őszintén, utána néztem, mindent a hazáért, nem tudom, hogy ez mennyire fog majd visszaköszönni a weboldalon. Na, szóval mi elmondunk egy pár olyan dolgot, hogy amiben tájékozatlanok vagyunk, ami érdekel, és kíváncsiak vagyunk, hogy akkor erre megkapjuk a válaszokat a honlapon, és hogyha megkapjuk, az nagyon jó, ha nem, akkor azért lesz egy kritikus pont. De nézzük meg a honlapot gyorsan. Hát ugye zöld-fehér színeket látunk. Nekem szívemnek kedves. Igen, igen. Én azt mondom, hogy egyébként most így első megjelenésre egy kicsit olyan üres késnek tűnik nekem, illetve a címerben lévő zöld és a mögötte háttérként lévő zöld nekem egy kicsit furcsálhat, de ez nüanszok, tehát ez nem a lényegi mondani valónkhoz tartozó dolog. Amit látok én, főoldal hírek, programcsapat, utánpótlás, sajtó, vagy infogaléria, dokumentumok. Ebből szépen benne lehet akár minden, bár elsőre nem nagyon látom. Tehát most tényleg így, amit látunk, hol elsőre, hol érhetjük vajon tetten azokat a
pontokat, amelyek a fő kérdéseinkre a válaszokat megadják, nevezetesen identitás, stílus, filozófia. Hát nem tudom, hát a fő oldalon sajnos úgy látom, hogy nem. De ez nem jelent még semmit, mert azért... Ugye a fő oldalon azt látjuk, ugye a támogatók mellett, hogy gyakorlatilag ilyen hírek mennek, ilyen napi jellegű hírek, szerintem egész pontos is. Nem nagyon különülnek el a hirdetések és a hírek. Ezek ízlések és pofonok kérdése. Sajnos visszatükröződik az, ami a legtöbb NB1-es klubnál, illetve a labdarúgó klubnál, hogy a fő hangsúlyt nem a labdarúgás, hanem a szponzorok kiszolgálása. Igen, de én azt gondolom, hogy ha ez egy valódi szponzoráció, és ez vissza kell, hogy a klub finanszírozása ettől függ, akkor tulajdonképpen ezzel nincs semmi gond. Én emlékszem még arra, különösen az osztrákoknál volt ez nagyon nagy divat, hogy még talán a póló belsején is szponzor feliratok voltak. Nem biztos, hogy ez olyan esztétikus volt, na de hogyha ez kell a klub finanszírozásának a kialakításához, akkor most ez egy 20. század végi, 21. századi hozomány, ezzel nincs mit kezdeni. Figyelj, menjünk a hírekre, ott nézzük meg. Várjunk csak, van-e, hogy archívum és múlt? Nézzük a múltat. Nézzük, jöjjön. Igen. Na, Kaposvári Rákóczi története. Na, egyébként így csak mondom, hogy a hírek alatt a múltat feltüntetni, az egy kicsit rossz ez a tagolás, de minden esetre ott van ez a dolog. Kaposvári Rákóczi FC története. Azt mondja, hogy Avar István. Hát nekem Avar István ismerős, srácok. A színész. Nem. Nem? Nem. Hát én azt gondolnám, és majd jó kivágjuk, ha nem így van, ő egy újpesti érdekeltségű játékos volt valaha. Igen. Magyar és román válogatott is. Volt, igen, van. Igen. Na mindegy, 21-szeres magyar és sokszoros válogatott játékos Kaposvárra szerződésével új időszak kezdődött, ugye 24-ben redatálják az első fellépésüket a már első csapata ellen, majd aztán 41-ben következik egy ugrás, és akkor úgy néz ki, hogy Avar Istvánnak a válogatott beli szerepléséről. Hát Háda ismerős egyet, Toldi Géza nem különben, hát rökkedett, tehát tulajdonképpen az egész Sárosi Toldi. Igen. Tehát úgy látom, hogy a Ferencváros, a Újpest és az MTK-ra épült ez a igen. Ez a válogatott, de most már maradjunk a Rákóczi. Akkor Magyarország-Brazília 3-1, ugye? Jó, mehetünk tovább. Rákóczi pontosabban kinizsi a háború után talpra állása a 60-as években. Hát nagyon hamar túlléptek ezen a... Ugye Bene Ferenc is itt futballozott, ha én jól emlékszem, mert pedig jól emlékszem, az Utánpótlás Akadémiát is Bene Ferenc Utánpótlás Akadémiának hívják. Nyilván ápolják a hagyományt, és ez egyébként nagyon... nagyon helyes. Itt akkor Bene Ferinek egy mérkőzését látjuk, egyébként ott is Káposzta Benő, Mátrai Mésző és Szepesi Sipos Matesz Rákosi, Bene Albert Farga. Hát azért ezek nem kicsit ismert nevek, igen, akárhogy is nézzük. Jó, és akkor ugye Bene Feri után a Kaposvári Rákóczi történetével folytatódik, ugye 75-ben jött az első NB1-es szereplésük. Itt említik Burcsa Győzőt, Köves Lászlót, Zsirai Kálmán, Karasz János, Bocsevibán, igen, Csukovics Turai. Hát az igazság, hogy nagyon sokan indultak el, és nagyon sokaknak ez volt a talán a leszálló ágban. Hát a levezetésként. Igen. Ez egyáltalán nem baj, illetve ez régen tényleg szokás volt, hogy kvázi levezetnek egy évet, és még akkoriban azért olyan képességű labdarúgók voltak, akik levezetni akár az NB1-be még tudtak, egy kissé akkoriban gyengébbnek számító csapatoknál. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az NB1 létszáma magasabb volt, azért lehetett, sokkal inkább lehetett, hogy is mondjam, ilyen alibi meccseket is játszani, mint manapság. És azért el kell mondani, hogy sokan nem tudják, de a vidéki nagyobb csapatok sokkal jobb anyagi feltételeket tudtak adni,
mint a budapestiek, bár ez bármilyen hihetetlen, hát aki szakmailag előre akart lépni, az inkább most a Kispestet nem számoljuk ebben az érában, de az, hogyha valaki az Újpestben, a Ferencvárosban játszott, az inkább szakmai előrelépés volt, nem anyagi. Igen, mert vidéken általában ugye jellemző volt, hogy egy nagyobb ipari egyes, vagy tehát egy nagyobb cég, egy nagyobb vállalkozás, vagy maga a megye, vagy az egész körzet támogatásával például lakást tudtak biztosítani, például autót tudtak, akkoriban már autót tudtak biztosítani, stb. Ez Budapesten nem mindig volt megoldható, mert az itteni lakáshelyzet mindig sokkal feszítettebb volt, illetve ugye Budapesten működő sok klub miatt ugye maga a 2 milliós város önmagában nem fogott össze, hanem csak egy-egy szegmenseiről beszélhetünk. Másrészt meg esetleg a minisztériumi támogatások, azokkal meg az volt a szituáció, hogy persze ezek léteztek és voltak, csak hogy ezek több áttételen keresztül érkeztek meg, és ezek a minisztériumok között tegyük hozzá, amellett, hogy, vagy annak ellenére, hogy beálltak a klubok mögé, időről időre eléggé ambivalensebb viszonyultak ezekhez a klubokhoz. Attól függően ki volt éppen a vezér, ott támogatták, kevésbé támogatták, hát elhanyagolták. A Hofinak volt egy ilyen nagyszerű jelenete, amikor ugye a 12-t el lett disztó, mennyi jut el a piacra. Tehát tulajdonképpen így kell a sportot is nézni, egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy kötelező jelleggel rálőcsölte az állam. Igen. Ezekre a városokra, vagy a gazdasági egységekre egy csapatot, aki és azoknak a vezető, hogy nem biztos, hogy jó szemmel nézték ezt a dolgot, de mindegy, adjuk is ezt a történetet. Na, a Rákóczi jelenlegi vezetőedzője Prokner László. Ez most... Ugye most itt tartunk, hát itt egyébként, ez valószínű egy korábbi, ez egy 87-88 évi nemzeti bajnokság alatti felirat. Ebből a Rákóczi jelenlegi vezetőedzője Prokner László. 2003 nyarán tartunk itt, tegyük hozzá. Leértem. Prokner László a Rákóczi vezető edzője. Feljutók csatája, tehát folytatódik tovább, tehát nagyon részletes ez a történet. Igazából itt már a... Hol tartunk? Szeretnénk folytatni meg. Mercanti Bank Liga NB2 hetedik fordulában az NB3 keleti csoportját megnyerő, ezáltal feljutó Monort fogadja együttesünk vasárnap 17 órakor. Hát itt egy kicsit össze lett csapva ez a vége, tehát nem teljes. 2018. augusztus 31. Igen, mint hogyha nem fejezték volna be igazából, de ami a lényeg, elég részletes, elmondja nem a történelmet, ez történet. Tehát nekem ez még csak történet. Mint egy ilyen napló az elmúlt 20-30 évben. Igen. Korrekt módon egyébként sok mindent felsorol, de nem derül ki belőle olyan válasz, amire mi kíváncsiak vagyunk. Eddig legalábbis. Nézzük, hát van itt a program, a programnál azt gondolnám, hogy így a következőkben mostanában aktuális dolgok lesznek benne. Igen, a 2019-20-as szezonban eddig lejátszott mérkőzések összefoglalókkal, illetve gondolom a következőkben lejátszandó mérkőzések lesznek majd benne. Én egy dolgot még ehhez tudnék mondani, én nagyon nem szeretem, amikor az időrend úgy van, hogy a legrégebbi időpont van legfelül, és úgy haladunk lefelé. Én azt gondolnám, hogy ez fordítva sokkal jobb. Nézzünk egy összefoglalót, győzelemmel zártuk az évet, ugye Kaposvári Rákóczi FC DVSC mérkőzés, és... Egy fénykép, na ez... Egy jó fénykép itt van, egyébként tényleg jó is a kép. Sajnos tükrözi a magyar állapotokat, hátul az a szénsorok. Igen, de egyébként gratul a fénykép készítőjének, mert egy nagyon jó pillanatot kapott el, és teljesen szépen kidolgozott ez a kép. Én nekem ez nagyon tetszik. Igen, itt leírja a mérkőzést, és ugye egy kép galéria is nyílik innen. Itt megint csak azt mondom, hogy gratafotósnak tett szép. Bocsánat. Igen, ez jól, szerintem jól megfogja a hangulatot. Azért az első olyan kép, ahol a
valamilyen szurkolókat, és most nem gúnyolódunk, hanem ha ennyi szurkoló van, akkor legalább akkor ennyi van. Tehát ha ennyi van, akkor ennyi van. Nyilván a klubnak erről tennie kell, hogy több legyen. Ultrász Kaposvár. Tehát ebből a képből megtudtuk, hogy van létező futballszurkolói kultúra Kaposváron, tehát vannak, akik rendszeresen járnak mérkőzésre. Így van, így van. Egyébként nagyon érdekes, mert a szurkolókon nem ja, nagyon látom a zöld-fehér színeket, vagy csak a fotó olyan, hogy... Hát ilyen casual. Igen. Jó, mindegy, mehetünk tovább egyébként. Most akkor nézzünk, tehát a programot láttuk azt, hogy a programon belül összefoglalók vannak, a csapat. Hát itt... Gondolom, a szakmai stáb is az. Gondolom a szakmai stáb, illetve maguk a játékosok. Pogacsics Krisztián, Fodor Marcell, Szabó Alex, Nagy János, Hadaró Valentin, Matej Poplarnik, stb. Mit játszik? Na most legalább meglepedés Belicki. Igen. Ja. Itt ugye el kell mondani, hogy ha megnézitek a neveket, hogy ahogy gördítesz lefelé, azért nagyon nagy zömében magyar hazai játékosok szerepelnek. Egy-két külföldi szerepel. Talán még az is lehet, hogy ezek a külföldiek akár kettős állampolgárok, nagy részt. És akkor itt nézzük, hogy ugye Disztl László, F. Néber, Ákos, Gróf Ákos, Gyenes András, tehát itt a szakmai stáb, és Walter Robert edző. Jó. Hát én azt gondolom egyébként, hogy a... Csapatfotó. Igen. A Walter Robert számomra egyébként meglepően jó produkciót ad elő csapatával, a felkerülés is, illetve egyébként az NB1-ben lejátszott mérkőzéseiken nyilván látszik az, hogy a keret ereje az nem feltétlenül predesztinálja őket most sajnos az NB1-es szintre. Ugyanakkor bátor focit játszanak, és azért, mert a vezetőség kimondta azt, hogy hosszú távú célok vannak, és itt most foggal körömmel nem feltétlenül fogunk ragaszkodni az NB1-hez, ellenben játékot és csapatot építünk, ezért nem görcsölnek a játékosok. Bizony, és a Walter Robinek a megnyilvánulásai mind azt, hát egy szenvedélyeteli játékosnak is olyan volt, nem csak vezetőedzőként, nagyon szimpatikusnak tartom a hozzáállását. Igen. Na, én közben átjöttem, ugye van itt egy ilyen utánpótlás pont, én oda klikkeltem, és itt a Kaposvár Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapját látjuk. Van egy ilyen, hogy belépés gyerekeknek, szülőknek, ugye ezt én megpróbálok ide egy klikket a szülőknek. Nézzünk csak, akadémia szervezet, csapatok, képzési hozzájárulás, elérhetőség. Nem tudom, hogy regisztrálni kell, vagy nem, de majd meglátjuk. Akadémia. Határozottabban? Nem, ez még csak az alpontokat nyitja ki. És akkor itt vagy akadémia. Kollégium, tóprogram, fejlesztés, szabályzat, szervezet. Ott nincsenek alpontok, csapatok, képzési hozzájárulás, elérhetőség. Hát én azt gondolnám, hogy ide az akadémiára Bene Ferencről írnak, kollégium, tóprogram, fejlesztés, szabályzat. Nézzünk el a szabályzatot. Nézzünk egy szabályzatot. Ja, itt van, csak PDF-ben nyitja meg. Igen. Egy PDF-fájt. Alapszabály, sportfejlesztési program, szervezet és működő. Na, gratulálok. Na magamnak. Aha. Megnézzük ezt. Szervezeti, nézzük meg. Nézzük meg ez... Egy PDF-et tölt le. Igen. Ez egy beszkennelt, úgy látom, nem? Ugye egy beszkennelt hát, dokumentum. Nagyon úgy tűnik. Igen. Tisztán feketén-fehéren ott van benne, hogy ki az elnök, bankszámlaszámlik ezek, senkit nem, legalább ez is, hogy azt mondom, nem érdekel. Abból a szempontból ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit máshol egyébként kicsit kifogásoltunk, hogy lehet látni azt, ebből legalábbis, hogy legalábbis a papír szintjén kik a egyesület képviselői, akár a tulajdonosai, akár a tagjai, ez egy milyen gazdasági társaság, ki miért felel, stb. Itt van például a pénzügyi vezető főbb feladatai, titkárság, sportorvos, szakmai, edző, létesítmény fenntartás. Nem azért, mintha nem érdekelne, csak igazán a mi szempontjaink szerint ez... Ezt mi a mi szempontjaink szerint nem tudjuk hasznosítani, vagy nem tekintjük hasznosnak, de ugyanakkor összegészében ezek nagyon fontosak, hogy ezek itt legyenek, és ezért egyébként én piros pontot adnék mindenféleképpen. Nézzük ezt, az alapszabályt nézzük meg.
Egyébként ugye van a Rákóczi, maga a Rákóczi név Somogyország, akkor az egyesület neve a Bene Ferenc, illetve hát az utánpótlás akadémia neve Bene Ferenc. Itt van egy csomó kiindulási pont, lehetne majd az egyesület, megnézzük a feladatot, megszervezés biztosítja fel. Életkori sajátosságnak megfelelő versenyeztetési lehetőség, jó, keletkezése megszűnése a tagságnak, igen. Ez megint csak egy jogi dokumentum, úgy látom. Közgyűlés. Igazán... Megint azt tudom mondani, hogy fontos, mert látszik, hogy ki az elnök, felügyelő bizottság, mindenféle szabályai a társaság működésének, de egyesület vagyon, a gazdálkodás, és többi, de megint nem kapunk semmiféle fogodzót. A sportfejlesztési program 2017-es. Én gondolom, hogy itt a TAO támogatásról, ezeket ismerem, ezeket a dokumentumokat, mindenki nézze meg, mi nem akarunk másnak a zsebébe turkálni semmiképpen, de hát ezek nyilvános adatok, tehát ezzel semmi gond nincsen valójában. Szervezet. Nézzük meg a szervezetet. Elnökség, felügyelő bizottság, közgyűlés. Itt alul már látszik, hogy ott igen, jó. Hát igen. Ezek jó, megint csak hasznos információk, de még mindig nem tartunk ott, hogy jó. Egyébként a várjál, csak nézzük meg az e-mail címeket, T-online, Gmail, hát igen, itt megint az, amit elmondtunk, nem túl elegáns, persze elérhetők. Ez fontos. Nagyon reméljük, hogy elérhetők, csak mindenkinek azt mondom, hogy sokkal komolyabban veszik ki magát egy egyesület, hogy a saját domain névvel ellátott e-mail címe van. Tudom, hogy ez macera, meg tárhely, meg minden ilyesmi, sokkal könnyebb, de... Egyébként nagyon sok pénzben nem kerül ám, tehát azért azt tegyük hozzá. Igen. Akkor itt vannak a csapatok. Hát gondolom itt képzési hozzájárulás, elérhetőség. Még itt az akadémiánál TAO program fejlesztés, szabályzat. Benne. Ezt néztük? Igen, ezt néztük. Néztük. Nyomjál még egyszer a szabályzatra? Mert ha találunk itt. Igen, ezt láttuk. Akkor még egyszer Bene Ferenc, nézzük meg. Ez valószínűleg a személyről, a labdarúgóról szól. Csatáról, igen. Bajnok. Beegyezték a világbajnoki állam 11-ben. Jó. Hát méltán történt meg ez, de most ugye a vizsgálatunk szempontjából most ez megint nem túl releváns, de persze fontos dolog. Menjünk még itt egy képzési hozzájárulás, nézzük meg, hogy képzési hozzájárulás. Nyilván arról van szó, gondolom én, hogy azok a gyerekek, akik a ide járnak, azok valamilyen képzési hozzájárulást fizetnek. Avagy, nézzük meg. Ez nem egy szkennel dokumentum. Igen. Nem, tehát magyarul te, aki akarja őket támogatni, az hogyan tudja ezt megtenni? Igen. De egyébként ez nagyon fontos dolog, hogy itt ilyen mindenféle pénzügyi jellegű dolgokat tisztába tesz. Hogy mennyi pénzzel kell hozzájárulni, hogy mennyi pénzük van nekik, akadémia pénztárába történik a befizetés, készpénzeli, átutalással, úgy, stb. Ezek megint fontos dolgok, fontos technikai dolgok. De a szellemnek még mindig nem adtunk teret, vagy nem adtak teret. Ez egyébként, ahogy látom, az egész weboldal a nyíltság. Korrekt. Tehát abszolút korrekt. Tehát ezzel semmi. Nem, most ki is lépek innen. Még a gyerekeknek menüpontban, ott nézzük már meg, ott oda klikkelj. Úgy. Csapatok, mérkőzések, edzések, gólkirály, ovi foci. Hát edzések esetleg, hogy az alatt mit találunk. Időbeosztás. Egyébként ez is nagyon fontos dolog. Gólkirály, gólölő lista. 19, ovi foci. Én most azt mondom, hogy ennél tovább nem menjünk, szerintem, ellenben, hogyha valaki tudja, hogy az, amit mi keresünk itt, tényleg mégis fellelhető, az legyen szíves, írja meg nekünk, utána fogunk nézni, és egy következő valamikori videónkban ezt el fogjuk mondani, és kiegészítjük mondani valókat. Utánpótlás, meg volt sajtónál akkreditáció, igen, akkreditációról szokott lenni szó. Ennyi? Nem. Jegyinfo, galéria,
Oké. Hát olyan fénykép galéria. Igen. Igen, igen. Egyébként tök jó, jó a fotósuk, azt azért meg kell jegyeznem. Nézd meg ezt a fotót, nyisd ki azt a, ezt, amire ott rámutatok. Hát nem egy szerencsés kép, de... Nem, de... De... Aha, most ez egy újabb galériát nyit meg. Csak úgy szeretném azt a képet, hogy egy kicsit nagyobban lehessen látni, mert... De akár más képek is, nézd, mert ezt a képet nyisd ki akkor. Egy csomó olyan kép van, ami önmagában nem feltétlenül szól sok mindenről, de érzelmeket fejez ki. Ez a kép is itt kifejezi azt, hogy gondolkodik az edző, hogy töri a fejét, hogy ott van, hogy figyel, stb. Csomó ilyen kép van. Én imádom a fotósukat, komolyan mondom, tök jó. Remélem, hölgy. Ha már ilyet mondtam, hogy imádom. Az biztos, hogy szereti a labdarúgást. Ezt a képet. Az igen. Biztos, szereti a labdarúgást, meg az érzelmeket ezzel kapcsolatban. Igen. Itt... És jó van beállítva a fényképezőgép, hála az Istennek, mert igen. Én mondhatom azt, hogy nekem mondhatom... Mondhatod? Mondhatom azt, hogy ez valamilyen szintű szakterületem. Jó van beállítva, mert igen. Van mélysége a képnek, igen. Hogy ezt nem kell mondom, és egy és itt látszik egy kis egy érzelmeket kifejező kép van. Nézzük meg még a dokumentumokat, hát ha ott találom valamit, illetve még majd a legaljára, menjünk majd a honlapnak, hogy esetleg ott találom valamit. Dokumentumok. Hát itt van jóváhagyás, egyszerűsített, hát, éves beszámoló, ügyiratszámok, stb. Tehát a Kaposvári Rákóczira nem lehet azt mondani, hogy nem nyílt. Igen, még itt esetleg. Főoldal, program, csapat, múlt, jegyinfó, hogy csak megismétli ugyanazokat, törekvés, Nagy János góljával, szombaton újra pályára lép, nincs. Még esetleg menjünk át, itt van egy, egyébként fölül át tudunk klikkelni a közösségi oldalakra, mert itt van legalul. Itt van fölül. Egy, ugye? Fölül ott vannak, hát a trendnek megfelelően mind meg tudjuk. Igen, akkor ott a Facebookot esetleg nézzük meg, hogy például kezdőlap, névjegy. Például itt, én nem tudom, mi a szokás pontosan Facebookon, de mondjuk én egy névjegybe lehet, hogy akár beleírnék valamit, de ez megint csak, azt kell, hogy mondjam, megint csak ilyen technikainak tűnik az informált profi sportcsapat, és akkor visszahivatkozik ugye a honlapjukra. Na, Józsi, szerintem eljutottunk oda, hogy értékeljünk. Ó, nagyon nehéz ez a dolog, mert... Nekem alapból szimpatikus maga a csapat, illetve az a fajta filozófia, amit én azért, mert sűrűn követem az eseményeket, azt a nyilatkozatokból tudni vélem, ugyanakkor nem tükröződik itt vissza. Tehát az biztos, hogy a nyíltság jellemzi a klubot. Így van. És ahogy elnézem, ők ilyen útkeresésben vannak. Mert itt... Most, ha csak így kívülről ránézek erre a weboldalra, azt mondom, hogy jellegtelen. Így van. Azon kívül, hogy középre be van téve a Rákóczi FC-nek a logója, bocsánat, a címere, elnézést kérek, tehát a címere, azon kívül nekem ez nem nagyon árul el semmi különösebbet. Tehát nem látok semmilyen szellemiséget a weboldalon. Az látszik, hogy egy összeszedett olyan vezetője van ennek a klubnak, aki nagy... hangsúlyt fektet abban, hogy nyíltan, igen. Legalábbis a pénzügyek nyíltan legyenek tisztázva, őket nem érheti semmilyen rágalom, viszont arra hívnám fel a figyelmét, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ennek az egyesületnek, ami Somogyországot képviseli, lenne egy plusz mondani valója, ha már a címerük, nem is az, hogy a címerük, hanem a jelmondatuk a mindent a hazáért. Igen. Egyébként azt hozzáteszem, hogy ez abból a szempontból egy kihagyott ziszter, hogy én a csapat játékának, mintha vélnék felfedezni egy stílusát, amit itt elmondtunk, hogy szerintünk, ugye, és mi nem vagyunk szakértői a Kaposvárnak, szerintünk miről szólhatna, azzal még nagyjából ez meccsel is. Nagyon szimpatikus az, hogy valami hosszú stratégiát építenek föl, láthatóan van játékuk, stb. És ez, hogy ha megjelenne a honlapon, az nagyon jó lenne. Én megmondom őszintén, hogy a szimpatikusságuk, illetve amiatt, hogy én úgy vélem, hogy belül a játékosok, az utánpótlás és a felnőtt játékosok is
ők szerintem, ők megkapják ezt a filozófiát, de felém, mint szurkoló, vagy a potenciális szurkoló felé, ez nem közvetítődik ezen a honlapon. Én ezért egyébként amúgy kettest adnék, így meg kétharmadot adok, mert azért vannak pozitívumok, sőt lehet, hogy hármat, mert viszont a nyíltság az viszont nagyon oké, bár ugye az nem annyira volt a vizsgálati szempontjaink között eddig, de meglepő módon ezt a nyíltságot először itt láttuk a leginkább. És visszaköszön, nagyon sok menüponton keresztül visszaköszön, egyértelműen, tehát a nyilatkozatok, most sajnos csak a nyilatkozatokból tudjuk azt, hogy igazán itt az utánpótlásra jön, tehát a Kaposvár, én úgy gondolom, hogy azt az utat választotta, ő az a nevelő, kinevelő egyesület lesz, mint annak idején a Prukner László idején, azért elég sok olyan játékost elindította, akikből meghatározó NB1-es játékosok lettek, az Álvest, vagy az Oláló Rántot, vagy aki később azért nagyobb csapatokhoz is el tudott jutni. Én szerintem ők megtalálták a helyüket, és hogyha lenne egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott filozófiájuk, akkor ez közérthetőbb is lenne. Abszolút. És láttam az a megint nem gúnyolódásban az a maroknyi szurkoló, azért az lehetne sokkal-sokkal több is. Bizony. Mert ezek a dolgok, ami szükségeltetik ahhoz, sajnos azt kell mondanom, a külsőségek is, tehát a weboldalnak is egy kicsit tükröznie kellene Somogyországnak a miben létét. Egy kicsit a régi, a 30-as, 40-es évek az alapításkori szemléletet, amennyiben akarják ezt követni, tehát az úgynevezett, az a kicsit ilyen revizionista gondolkodás, ami az... Most ezt értsétek jól. Ezt értsétek jól, most a hazaszeretet nem véletlenül választották motójukká azt a mondatot, hogy mindent a hazáért, és hogyha valakinek már a neve is kötelez. Hát igen. Azért pro patria et libertate, ugye, ha valaki tanul történelmet, azért nem véletlen, gondolom, ez a névválasztás, úgyhogy ezért én is egy kétharmadot mondanék, de az a nyíltság, amit látszódott, ez én adok egy hármast erre a oldalra, és az is látszik, hogy alakulóban van ez a dolog. Lehet, mondom, én úgy látom, hogy egy ilyen útkeresés folyik, és hogyha egy picit foglalkoznak a tulajdonosi kör, azok, hogy ugye, valószínű, stabil pénzügyi lábakon áll ez az egész dolog, de sokkal jobb lenne, hogyha egy picit most már adnának arra is, ha megjelenne a szellemiség, ez a nyíltság, ez az igazi somogyországi dolog, amit a Walter Robi a csapatával képvisel. Igen. Szerintem. Szóval azért az mindenképpen tény, hogy ha a keresett dolgot nem is találtuk, de a nyíltságot, őszinteséget, egyenességet azt megtaláltuk, már pozitív, illetve azt is látjuk, ez valahogy látszik a honlapból is, ugye a megjelenésből, meg a tartalomból, hogy ez egy fejlődőben lévő dolog, úgyhogy én most itt a honlapot bár tényleg sok minden negatívumot elmondtunk, de mégis inkább ilyen kicsit pozitívabban élem meg, semmint negatívan. Úgyhogy szerintem ezzel le is zárhatjuk, illetve azzal, hogy én például a Rákóczi esetében, pont ez az útkeresés és egyéb okoknál fogva, ha ők megnézik a videót, én szinte biztos vagyok benne, hogy ők fognak valamit tenni, nyilván nem az iránymutatásunk alapján, vagy csak talán felkelti a figyelmüket, felkelti a figyelmüket, és lehet, hogy van egy-két olyan ötletünk, vagy olyan meglátásunk, amit mondtunk, amit ők meg fognak valósítani, ilyen szinte teljesen biztos vagyok. Az én tanácsom az, hogy tegyék karakteresebbé ezt a weboldalt. Talán egy kicsit a hazaszeretet irányába, ha már ez a jelmondat. Nekem, ha már ők ezt választották, ez nyíltan le van írva a Wikipédia oldalon is, hogy és ugye a név kötelez. Hát egyrészt a Rákóczi, másrészt pedig a maga a városné neve, illetve hát a Somogyország. Ez egy gyönyörű, gyönyörű terület, tehát azért ezeket visszaköszönhetnének. Hát én azt gondolom, hogy a Rákócziról, Kaposvárról ennyit, és aztán nyilván folytatjuk a következő, akivel folytatni fogjuk, ki legyen József. Paks? Paks! Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket,
Ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.